kiskorom óta Fehérváron éltem. Ugye ide kötnek a barátaim, a családom, a kispályás csapataim, az mind Fehérvár közegben voltak, úgyhogy azt kell mondanom, hogy Székesfehérvár mindig a szívem csücske lesz. A magát tősgyökeres székesfehérvárinak valló Revelant Zoltán az elmúlt közel két évtized egyik legmeghatározóbb magyar futszálkapusa. Amit pedig talán kevesen gondoltak volna, revi futszálos karrierje a Balatonon vette kezdetét. 2003-as történet, amikor is Balatonalmádiban volt egy kispályás torna, ahol az én csapatommal szerepeltem, és ezután a torna után kerestek meg a Csőmontástól, hogy lenne kedvem kipróbálni magamat a futszába. Akkor Magyarországon a Csőmontás volt az első számú csapat, sokszoros bajnokok ligája résztvevő. Hát én egyszerű vidéki gyerekként hatalmas kihívásnak vettem, hogy kipróbálhatom magam a futszába, és hát így utólag visszagondolva ez jó döntés volt. Ugye a Csőmontást alkotta az akkori magyar válogatottnak a gerince, az, hogy velük együtt játszhattam hétről hétre, az hatalmas megtiszteltetés volt, illetve azok az eredmények, amit a bajnokság és a Magyar Kupa során elértünk. Sajnos bajnoki címet nem sikerült nyernem velük, de számtalan ezüst és bronzérmet sikerült bezsebelnem. Talán ezekre vagyok a legbüszkébb. Revelant karrierjében a Csőmontás tehát meghatározó szerepet töltött be. A legendás Üllői Klub azonban az idő előre haladtával egyre nehezebben tudta tartani a lépést az élcsapatokkal. Hát egyre jobban, ahogy a pénz átvette a szerepet ebben a sportágban is, úgy alakultak ki futszálfellegvárak. Gondolok itt a Gödöllőre, a Rábaetóra, manapság a Mezei Víre és a Szombathelyre. Igazából egyre jobban elment ez a sportág a profizmus felé. Ugye légiósokat alkalmaznak a csapatok, ahol megtehetik, és szinte már profi körülmények között tudnak edzeni, ami abban az időben nekünk ez nem adatott meg. Számos korábbi válogatott játékosnak meghatározó élmény volt a 2010-es hazai rendezésű Európa-bajnokság, ahol ismét országos figyelmet kapott a magyar futszál. Hazai közönség előtt léphettünk pályára 7000-7500 néző előtt, ami az hatalmas élményt jelentett. Igazából maga az a millió, ami akkor körbevett minket, az felfoghatatlan még a mai napig is. Sajnos az eredmények akkor nem úgy alakultak, de az mai napig egy jó emlék. Hát maga a válogatottság, 27-szeres válogatott lehettem. Amire azt mondom, hogy a kezdetekkor igazából nem is gondoltam volna. Lehet, hogy többet is ki lehetett volna ebből hozni, de nem vagyok elégedetlen. Többek meglepetésére 2012-ben Reveland a másodosztályba igazolt, ám ismerve a kapus székesfehérvári kötődését, már is érthetőbbnek tűnhet ez a döntés. Utólag azt mondom, hogy lehet, hogy nem volt túl jó döntés. Ugye akkor ki is szakadtam az NB1 közegéből, de rá egy évre újra lehetőségem volt az NB1-ben játszani. Aki végignéz Revelant Zoltán éremgyűjteményén, valóban láthatja, hogy milyen tartalmas karrierje volt az egykori válogatottnak, aki a másodosztályú kitérőt követően a Veszprémnél talált ismét élvonalbeli otthonra, ahol rögtön a bajnokság legjobb kapusává is választották. Majd 2015-ben újra váltott Revelant, amit alig ha nem azóta sem bánt meg. Ha választanom kell a karrierem során, hogy melyik csapat állt a legközelebb a szívemhez, az a Dunai Város lesz. Hogy őket kell mondanom, az első két évem igazából fantasztikusra sikeredett, rengeteg jó játékos sikerült összetoborozni, illetve Fehér Zsolt személyében egy olyan szakmai kézbe került a csapat, amivel szép eredményeket tudtunk elérni. Az első két évben mind a kétszer a bajnokság második helyén tudtunk végezni, illetve futszál Magyar Kupa Final Four-ba is tudtunk szerepelni. Mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy emlékezetes évek. 2020 nyarán nagy változások történtek Dunaújvárosban, ám hiába bízott az új edző Frank Tamás is Revelant Zoltán, vagy éppen Németh Péter rutinjában, az ősszel anyagi gondok miatt a keret kicserélődött, így a legtöbben más élvonalbeli csapatnál folytatták karrierjüket. Hetek tellettek addig, amíg
amiket sikerült megemésztenünk, de igazából túl vagyunk már ezen a történeten, előre nézünk, és hát nem tudtunk ezzel mit csinálni sajnos. Nem azt nézzed, hogy mi történik, menj tovább! Jó. Az évek óta kapusedzőként is dolgozó Reveland nemrég komoly szakmai lehetőséghez jutott. Tolna csapatánál már ő az első számú szakmai irányító. Tolnára is mint kapusedző kerültem első körbe, és hát úgy alakult a szezon során, hogy az akkori vezetőedzőnk nem tudta továbbiakban vállalni a csapat felkészítését, és hát kézenfekvő volt, hogy én átveszem tőle ezt a stafétabotot. Ugye azóta én vagyok a tolnai csapatnak a vezetőedzője. Át kellett nekem úgymond az agyamat állítani a női vonalra. Teljesen másképp kell viszonyulni a lányokhoz, mint a fiúkhoz. Ugye főleg mentális tényezőkről beszélek, de én is tanulom még ezt a szakmát a női vonalon, és bízom abban, hogy közösen, hosszú távon tudunk majd eredményt elérni. Edzőként ez a női vonal, amivel most belecsöppentem, ez szimpatikus számomra, úgyhogy hosszú távon szeretnék ebbe dolgozni. Az pedig, hogy a pályafutásommal mennyire vagyok elégedett, ha kezdetekkor azt mondják nekem, hogy ilyen szép karriert be tudok futni, akkor szerintem abban a pillanatban aláírom. Nem vagyok elégedetlen a pályafutásommal, lehetett volna még több mindent kihozni belőle, talán egy kicsivel több szorgalommal, de nem vagyok telhetetlen, úgyhogy maximálisan meg vagyok elégedve ezzel a 18 évvel.